Kedves nézőink, Önök a Weekendet látják, a Kölcsei Televízió kulturális programajánló műsorát. A mai adásban bemutatkozik az új nyíregyházi diákpolgármester, könyvekről beszélgetünk majd, sőt a magyar nyelv napjáról is. Először azonban a Márton napi szokásokat elevenítjük fel Kácsor Ignác Gabriellával. Szia Gabi! Szervusz! Gágognak már a Múzeumfaluban a libák? Ott folyamatosan, már nem csak a hetekben, hanem korábban is. A holnapi program egy olyan legenda köré épül, ami egy nagyon alázatos és nagyon tisztelettudó embert jelenít meg, Szent Márton alakja, aki mindenkinek segített, köpenyét, piros köpenyét a koldusnak adta, és mindenkinek segített, ahol csak lehetett. És amikor pedig őt valamilyen rangra szerették volna emelni, konkrétan püspöknek szerették volna tudni, akkor ő elbújt a ludak oljába. És hát innen ered minden szokás, és minden legendának van alapja, vagy nincs, ezt mindenki döntse el magának, de a Mártonnak és az ide tartozó szokások e köré, a dolog köré csoportosulnak, mert hát aki Márton napján libát nem eszik, az egész évben éhezik, tehát a kövér Márton libái bizony ilyenkor áldozatok esnek, és belőlük jóvágású combokat, vagy valamiféle libás ételt készítenek a hozzáértők. Hát ilyen is lesz nálunk holnap, Márton napon. 9 órakor kaponyítással várjuk a kedves látogatókat, ahol az új borral kocinthatnak. Egy kis kóstolóval, illetve libazsíros kenyérrel várjuk a bennünket meglátogató embereket. Lila hagymával? Hagymát még nem tudom, hogy teszünk-e rá, de lehet, hogy két változat lesz, hagymás vagy hagyma nélküli. Érdemes ezért is kilátogatni hozzánk, illetve 10 órakor a Guliba társulat egy Márton napi szokásokat feldolgozó mesés interaktív táncjátékot mutat be a falu központba a közönségnek. Azt gondolom, hogy a család apraja nagyja megtalálhatja ebben a szórakozását. 11 órától a Kerekerdő óvoda Itted rá programjának táncosai libás játékokkal és táncokkal kedveskednek a nézőknek, de ebbe a kis csapatba a szabolcsi aprókák is becsatlakoznak, tehát a gyerekek lepik el a falu központot, érdemes őket is megnézni. 12 órakor pedig egy népmesét feldolgozó báb előadás lesz a középpontban és a színpadon, a Maszk Báb Színház előadásában, azt követően pedig táncra perdülhet bárki. 13 órakor egy táncházba hívjuk a odaérkezőket. Ha már kóstolták a libás ételeket, ha már kocintottak az új borral, akkor ünnepeljük meg a gazdasági év végét, és üljenek egy táncházba a falu központba, és újra lesz liba szépségverseny. Tehát akinek van otthon csodálatos libája, és úgy gondolja, hogy felvonulásra érdemes, mindenképpen nevezze be hozzánk, oklevéllel, és szerintem érdekes nyereményekkel térhet haza a liba és a gazdája egyaránt. És hát ezen kívül pedig a falu ilyenkor azért megelevenedik. Amikor hűvösebb van, akkor már egy picikét nem csak a portákra, hanem a házakba húzódunk, begyújtjuk a kemencéket és a cserépkályhákat, és akkor kézműves foglalkozásokat már ott a kemence melege mellett lehet nyugodtan igénybe venni, akinek kedve támad, készíthet lámpást, mert a lámpás felvonulás, a fény, a szeretetet is jelképezi ezen a napon. Egy ilyet elkészíthet mindenki magának. Magvas alkotások mellett mesét hallgathatnak a csarodai paplakban, akik így szeretnének tevékenykedni, és aki pedig még nagyobb kihívásban szeretne részt venni, ez a Márton napi kódfejtő játékunkat vegye igénybe, térképet a kéz ragadva föl lehet fedezni a falut, a Márton napról rejtettünk el érdekességeket, és hogyha mindezt megfejt, illetve tehát tulajdonképpen végigment a falu különböző pontjain, akkor a Barabási iskolába megérkezvén megmutathatja az ügyeletes tanítónknak, Kálai Beatrixnak, aki ellenőrzi, majd pedig jutalmazza a helyesen megfejtőket. Ő egyébként óránként tanítási órát is tart, egy valamikori iskola hangulatát idézi meg, ami most tulajdonképpen a libatollal írással kiegészül, tehát nem csak a csend, a rend és a fegyelem uralkodik majd, hanem megpróbáljuk olyan formán kerekíteni a betűket, amit valamikor csináltak ezekben az időkben az iskolában. Mi a stábunkkal nemrégiben ott jártunk a Sóstói Múzeum faluba, az új magtár épületben vettük föl a műsorunknak az összekötő szövegét, és annyira jó érzés volt, hogy gyakorlatilag a régmúlt világ tárgyai csodálatosan felújítva, mégis egy nagyon szuper komfortos mai környezetben, tehát amikor a múlt és a jelen úgy találkozik, hogy,
hogy tényleg nem fázva, nem kényelmetlenül tudjuk azt megszemlélni. Ez nagyon jó volt. Nem tudom, akár itt is lesz valami most? Vagy Újlitai ezt... Magtárban nem terveztünk programot. Ezekben az időkben, az őszi időszakban általában a faluközpont az, amit igyekszünk megtölteni élettel. Úgy gondolom, hogy aki fölöltözik, azért ebben az őszi időben még akár a szabadban is találhat kedvére valót, mert hogy még a kosaras körhintánk is forog ebben az időben, apróságok kedvelik ezt az elfoglaltságot, illetve népi játszóudvar is megmozgathatja, megmelengedheti a fiatalokat, és hát említettem az ételeket, mert hát azt gondolom, hogy minden falusi közösségben, ha van étel, van valami jó elfoglaltság, akkor nagy baj nem lehet, így lesz ez most is. Anarcson, a kemencében sültök és sült almával egy picikét a régi időket, a régi illatokat elevenítjük föl, illetve a magyar népi ízőrzők lovagrendje mindenféle libás finomságokkal készül, aki oda látogat, ne hagyja őket, szerintem érdemes megkóstolni. Ott már gondolom, hogy ilyen főétel jellegű ételek készülnek, libás meg amiben libahús is lesz. Igen. Ahogy említetted, ugye, hogy aki nem eszik libát, az a következő évben éhezni fog. Hát szerintem azért sok magyar család is úgy van ezzel a történettel, hogyha nem is kerül minden nap liba, vagy minden héten liba sült az asztalra, de talán libamáj, de mondjuk ilyenkor Mártonnap környékén azért akár egy egész libát, akár egy pár libacombot elkészítenek, és az tényleg hozzátartozik az ünnephez, és ez a fajta bensőségesség, melegség, ugye, ahogy említetted, a mécsesek, a fények már egy picit segítenek minket ezen az nagyon sötét időszakon, ami ugye akár itt a ma estét, a november 11-ét is jelenti, átsegíteni és elvinni minket egészen a fény megszületéséig, vagy Jézus születéséig. Hát gyakorlatilag a Múzeumfalu utolsó nagy rendezvénye lesz ez a holnapi, mert hogy utána bezárja a múzeum a kapuit. Sokan azt hiszik, hogy ilyenkor aztán egy fél éves szabadságra mennek a múzeológusok, de persze nem ez történik. Nem ez történik semmiképpen. Az előző gondolatodhoz engedj meg még valamit, hogy tulajdonképpen ez az utolsó olyan nagy ünnepkör, ami már az adventet készíti elő a hagyományos falusi kultúrában is, és szerintem így van ez így a jelenlegi családok életében is. És nyilván bezár a kapu, tehát látogatni már nem lehet a Sóstói Múzeumfalut. Ámbátor még van egy nagyon jó kiállításunk, amit ajánlanék mindenkinek. Petőfit méltatjuk a Kalamáris vendéglőben, hiszen azt gondolom, hogy ő egy olyan író, aki rengeteg néprajzi ismeretet fogalmazott a verseibe. Így gondolt ez Kosztyuk Brigitta is, aki a kurátor ennek az új kiállításnak. Bejelentkezésen még ezt a kiállítást lehet látogatni, illetve még az utolsó időszakban őszi szöszmötölőre várjuk az apróságokat, diós finomságokkal, almás finomságokkal, mesével és mindenféle kézműves tevékenységgel, amivel még ezeket a hosszú estéket szerintem kellemesen el lehet tölteni. Gabi, köszönjük szépen, és javasoljuk a nézőknek, hogy menjenek, használják ki a lehetőséget, töltődjenek föl, mert utána már csak tavasszal nyitja újra kapuit a Múzeumfalu. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, ha emlékeznek, nemrég Kürti László volt a vendégünk, aki rendhagyó irodalomórát tartott, illetve sok esetben résztvevője ezeknek az óráknak. Annyira felkeltette a kíváncsiságunkat, hogy stábunk megnézte, milyen is ez Máté Szalkán. Kürti László 1976-ban született Máté Szalkai költő, gimnáziumi tanár, a Vörös Postakocsi irodalmi lap szerkesztője, férj és édesapa. Saját bevallása szerint első és utolsó öngyilkossági kísérlete 4 éves korában volt, azóta inkább versekben gondolkodik. Hamarosan a 8. verses kötete jön ki a nyomdából, és az elmúlt 20 évben alig telt el év anélkül, hogy ne kapott volna valamilyen irodalmi elismerést vagy ösztöndíjat. Az Esze Tamás gimnázium diákjai több mint 1 évtizede vesznek részt rendhagyó irodalmi óráin, amelyeken Kürti László a házigazda szerepéből szokta kérdezni vendégeit, ezúttal azonban ő került a kérdések célkeresztjébe. Legelőbb az illatok tűntek el. De az édes, a só ízét még éreztem 2 napig. Néhány háztartási cucc, hogy vegyek, volt felírva, mire a család utána utazik. Addig marad a hiány, kupi, nyugalom, rendetlen otthontonsága nagy igényű vírusoknak.
Déli esített vacok, karanténoázis. Se íze, se bűze mindannak, ami egyébként sokakat elvezetett már pár hónap alatt a halálig. Legelőbb az iratok tűntek el, aztán a szív belőlem. Hogy ki mit kap, gondol, akar, mitől patkol el, én felőlem. Megrándítom a vállam, akár egy régi, beteljesületlen álmon. Csak legyen vége ennek, vonuljon át a taknos járvány, legyen úrra az oltás a hisztén, a beszarasztott világon. Ezelőtt 13 évvel kezdtünk el még a József Attila körrel egy ilyen programot, akkor még nem a színházteremben, hanem a könyvtárban volt egy rendezvényünk, és utána pedig egy-két év hallgatás után ez történt, hogy akkor elkezdtünk ide beszervezni rendhagyó irodamórákat a színházterembe, a Eszter Tamás gimnázium diákjai számára, és az első alkalommal még egy Csúlya Imre is közös estünk volt, akkor voltam még legelsőképpen egy ilyen cipőben, utána pedig ugye elkezdtük azokat a költőtársainkat, kortárs barátaimat hívni, akik az elmúlt hosszú évek során rendre jelentkeztek nálunk, és most pedig egy nagyon furcsa élmény volt a Kárpedignen duóval helyben lenni, hiszen már nagyon sok helyen léptünk fel együtt, ugye Szolnokon voltunk, Debrecenben, Nyíregyházán, Vásárosnaimban, Máté Szalkán is voltunk már egy másfajta közönség előtt, de most a saját diákjaink előtt, 3-400 diák előtt azért egészen más a hangulat. Én nagyon élveztem, nagyon kiváló zenész barátaim vannak, akikkel közösen dolgozunk, úgyhogy ez számomra hatalmas nagy élmény. A Máté Szalka vezetősége támogatólag van a rendezvény iránt, rendezvényeink iránt, hál' Istennek az intézményünk, iskolánk vezetősége is ilyen értelemben segítőleg van jelen összes programunkban. A diákokkal való kapcsolatom, tehát hogy nem hagyja ilyen értelemben át feltétlenül. Lehet, hogy ő bennük van egy ilyen működés, nagyon kevés esetben fordul elő, hogy direktbe hoznak nekem verseket mutogatni. Tehát valójában a rendhozó órákat, amikor megcsináltuk, utána vannak átbeszélések, néha velem, de gyakran ugye hál' Istennek a magyar szakos kollégák is ebbe bekapcsolódva integrálják a kortárs irodalmat ilyen tekintetben, úgyhogy ez mindenképpen hasznos, és hát valójában ebben kiismerül majd, hogy nem. Aztán, hogy az ember körül milyen aura van ez ügyben, ez aztán inkább belülről talán lehet érezni. Hogy valóban szemináriumot kellene tartani abból, hogy mi a jó vers, és mitől jó a vers. Ezt olyan nehéz elmondani, mert olyan sokféleképpen lehet valami jó, és még többféleképpen lehet valami vacak. És ugye ezt a dolgot úgy szinkronizálni, vagy úgy interpretálni a diákok számára, akik ugye nyilvánvalóan a legmélyebb érzéseiket tárják ide, hogy ez ne fájjon, vagy legalábbis fontosabb legyen az, hogy egy szakmát például megtanuljon ilyen tekintetben, az egy külön kihívás mondjuk a költő szempontjából is. Jelen pillanatban nem azt tapasztaljuk, hogy a közéletet mondjuk a költők igazgatnák, vagy erőteljesen bekapcsolódnának mondjuk a politikával karöltve, hanem sokkal inkább vannak így, nem tudom, mellékvágányra helyezve ilyen tekintetben, és a közéleti líra is helyel közel néha föl lobban, aztán megint csak búvó tűzként, vagy valami parázsló minőségében van jelen. Ezen túl pedig, hogy mit lehetne tenni ez ügyben, hogy hogyan lehetne a diákok számára ezt igazán szeretnivalóvá, vagy éppen választhatóvá tenni, hát az egy nehéz dolog, hiszen ebben, ha belemerül és hosszan csinálja, akkor mégis az derül ki, hogy ez egy nagyon fájdalmas üzem a költői létezés. Szerintem nagyon jó verseket ír, a költészet alapból közel áll a szívemhez, és úgy gondolom, hogy valódi érzéseket közvetít a fiatalok és igazából minden korosztály számára. Volt alkalmam olvasni a műveit, illetve többször is volt alkalmam részt venni az ő által megszervezett rendhagyó irodalomórákon, és ez rendkívül ilyen lélekemelő volt számomra, illetve nagyon támogatom ezt a kezdeményezést, hogy közelebb hozza az irodalmat a fiatalokhoz, méghozzá
mint ahogy most is tette, úgy, hogy meghívja a Kár pedig nem dúót, és így a zenén keresztül közelíti meg a fiatalokat az irodalommal. Mikor legelőször a gimnáziumban is jelentkeztem, ugye hallottam, hogy Kürti László tanítani fog, és költő is, rá is kerestem, és először nagyon meglepődtem, mikor olvastam, hogy hát hasba szúrta magát, és most meglepődtem, mert azt hittem, hogy ez nem igaz, és ezt jó volt itt tisztázni, hogy ez tényleg megtörtént, és szerintem nagyon színvonalas verseket ír, és örülök, hogy lehetőségem volt ezt az előadást is meghallgatni. Tényleg megtörtént dolog volt, és emlékszem ennek a pillanatára, hogy valami igazságtalanság érte a 4 éves, gondolhatod, és utána kimegyek a konyhába, és mondom, jó, ennek végét vettek, kihúzom a fiókot, és akkor elővettem egy vajazókést, és akkor tudtam azt, hogy innentől idáig el kell jutni a késnek, de tudtam azt, hogy ha ezt én megcsinálom, akkor most tényleg vége van. Eddig akármit melóztam össze az életbe, bármilyen kegyetlen volt velem az elmúlt 4 évben, itt véget kell vetni mindennek. És meg idáig hoztam a kést, és ugye nem történt különösebben semmi, hiszen egy vajazó késről beszélgetünk, és aztán át kellett, aztán majd anyámmal csisztáztam, hogy ez valahogy nem jött nekem össze. Szóval hogy vannak olyasmik, amiben egy valóságot kell elmondani, de nem a személyes valóságnak kell lennének feltétlenül ahhoz, hogy ez egy működőképesen használható lírai minőség legyen, de nyilván jó dolog az, az ember tud alapanyagból dolgozni, de emellett azért nyilván rengeteg olyasmit is beemel, amit a vers akar. Tehát nem azt fogja mindig megírni, ami vele történik, hiszen nem író, de áki pozícióban ír a költő, hanem valójában a szöveg kéri, hogy most akkor merre kell tovább menni, és ilyenkor bizony-bizony vannak, hát nem lódítások, de hát olyan fajta valóság elbeszélések, aminek a lényege, mint minden vers lényege az, hogy a olvasóját szíven üsse minimum. Követelni nem fogok bort, gyóntatást, nem éltem gyánságot sem. Mintegy 400 diák számára tartott rendezvényt Dézsi Darinka és Karab Zoltán Kár pedig nem duója színesítette, akik megzenésített verseket adtak elő a gimnázium etika és testnevelés tanárától. Ez a kötet a térei időszaknak az elmúlt 2 évében készült, tehát adott is már megjelent kötet. Nagyon örültem neki, hogy ténylegesen be tudtam váltani ezt a vállalt időszak szövegegyüttesét. Ciklusokra van bontva, nyilván apajegyek, tehát nyilván apasságról is szó benne, nyilván mindenféle egzisztenciális és egyéb más dolgokról. Néha próbál vicces lenni, talán sikerül is itt-ott, másfelől pedig azért az életünk általában vett nehézségeiről, vagy vállalt felelősségeiről is szól, úgyhogy ez ilyen tekintetben azt hiszem, hogy a mondani való egyetemes, és hát mint tudjuk, általában nem örömködni veszünk könyvet, verses köteteket a kezünkbe, hanem legfőképpen, mikor baj van. Személyesen, szerelem, halál, egyéb ilyen nyűgök alkalmával, és talán ilyen szempontból gyógyulni segíthet mindenek előtt. Karab Zoltán, énekes dalszerző azt mondta, lassan 1 évtizede része a repertoárjuknak néhány Kürti vers, és a következő albumokon főként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei költők versei lesznek hallhatók. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének három nagy költője van. A 20. században Ratkó József, azt hiszem, hogy ő az egyik legkevésbé megosztó költője, és azt mondjuk, hogy ő a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye első számú költője. Aztán ott van Váci Mihály, akiről szintén ugye intézményeket neveznek el, de ő, az ő személye már egy kicsit megosztó, és itt van most a kortársak közül egy fiatal költő, akit Kürti Lászlónak hívnak, és az egész országban egyre ismertebb a neve, és nagyon örülök, hogy így egymásra találtunk, nem csak itt a megyében, én őt már a Debreceni Egyetem filozófia szakáról régóta ismerem, egy szakmai barátság alakult ki köztünk, együtt dolgozunk most is egy új albumon, amelyen már nem csak megzenésített versek vannak, de kvázi rendelésre írt dalszövegek is, úgyhogy nagyon várjuk a folytatást.
Kürti László a rendezvényt követően Belgrádba utazott egy könyvfesztiválra, ahol első szerbül megjelent kötetéből olvasott fel, a Kárpedignem duó pedig folytatta útját Tornyospálcára, ahol a helyi református templomban adtak egész estés zenekari koncertet. Azt hiszem, a zene és a költészet egy csodálatos fúzióban mutatja meg, milyen gyönyörű is a magyar nyelv. November 13-a hivatalosan is a magyar nyelv napja, ugyanis 1844-ben ezen a napon fogadták el azt a törvényt, amely kimondta hazánkban a magyar a hivatalos nyelv. Azóta viszont nagyon sok változás történt ebben a csodálatos nyelvben. Erről beszélgetünk Minya Károllyal. Jó estét kívánunk! Jó estét kívánok! Hát évtizedek óta úgy gondolom, hogy amit erről a nyelvről és ennek a csodáiról lehet tudni, azt szerintem te már mind tudod, hiszen tanítasz, olyan tudományos publikációkat adsz ki, lektorként közreműködsz, úgyhogy ha lehet mondani, akkor tulajdonképpen számodra a magyar nyelv a szív is egyben, vagy legalábbis egy nagy szerelem és szenvedély ennek a kutatása, de azért manapság én egy picit néha pesszimista vagyok, mert úgy látom, hogy a digitális kultúrában való elmerülés, minthogyha a nyelvnek, az írott nyelvnek, a beszélt nyelvnek a rovására menne. Igen, mielőtt erre reagálnék, hadd tegyem össze a két szót, hogy szív és szerelem. A legutóbb megjelent kötetem a Színház és Nyelvi című könyvben a végén azt írtam, hogy ez egy szívszerelem szülöttem, mert ugye a különböző kortárs magyar drámák nyelvhasználatát vizsgáltam, és nagyon szeretek színházba járni, úgyhogy a kettő összekapcsolódott. Nos, ami elhangzott, hogy pesszimisták legyünk a nyelvvel kapcsolatban, akkor mindig egy kicsit pontosítani kell, mert itt bizonyára nyelvhasználatról, illetve a nyelvhasználókról van szó. Mind az írásban, mind a szóban, és vetítsük, tegyünk magunk elé a diákokat, azt kell elmondani, hogy nagy-nagy tisztelet a nagyon sok kivételnek, de bizony sokan nagyon szűkös szókincsel élnek, nem olvasnak csak a mobiltelefonon, és nem írnak csak a mobiltelefonon. Ezt egyébként egyszerűen lezárhatjuk, mert amit az üzeneteikben, ahogy írnak az SMS-ek, a csetelések, az egy magánügy. Tehát ez amikor két fiatal egymás között beszélget a kollégium szobában, az magánügy. Csak hogy nekik nehezebb, mert el kell sajátítaniuk ugye a normatív helyesírást is, hogyha valamire vinni akarják, hogyha ilyen általánosan lehet szólni. És nem én mondtam, hanem egy HRS, ugye most már így mondjuk azt, aki kiválasztja a legalkalmasabbat az adott munkakörre, és nekem azt mondta, hogy befutott 100 levél, és 50-et azonnal félretett, mert tele volt helyesírás hibával. Hát ezen én döbbentem meg a legjobban, de őszintén szólva lehet, hogy nem csodálkozom. Tehát ez a helyesírásra vonatkozó, a szókincsre, szóhasználatra pedig az, hogy bizony szűkösen, szegényesen, kevés szinonimával, hiszen nagyon gazdag, de ez olvasni kellene nagyon sokat. Ez olyan, mint az étkezés, hogy valaki minden nap csak rántottát teszik, és ugyanígy egy szókincse csak egy bizonyos szűk körre vonatkozik. Mondjuk hány szóból áll az átlag magyar szókincs? Van erre vonatkozólag valamilyen felmérés? Egy átlagember hány szót használ? Igen, egy átlagember olyan 30-60 ezer, a magyar nyelvben 1 millió szót szoktak mondani, de hát ez folyamatosan bővül, tehát már ez jóval több, megjelent erről egy írás, éppen Grécsi Lászlótól, hogy ez már több millióra is tehető, de visszatérve, tehát a 30-60 ezer az már mindenképpen jónak számít, minél gazdagabb szinonima készlettel rendelkezik valaki, minél inkább érdekesen, változatosan, szemléletesen, érzékletesen tud fogalmazni, annál inkább meggyőző lesz, és akkor megvettem azt, akivel beszélgettem. Ez a 30-60 ezres átlagos szókincs mondjuk egy nemzetközi élvonalban hol áll? Mert én úgy tudom, hogy például azért mi magyarok még így is sokkal választékosabban beszélünk, mint mondjuk egy átlag angol.
Hát nehéz ez. Igen, ez rögtön azt veti föl, hogy melyik nyelv a jobb, melyik nyelv a szebb, melyik a gazdagabb. Ezt csak árnyalni lehet. Tehát bizonyára vannak olyan tematikus körök, vagy jelentésmezejű szavak, amelyek adott nyelvben sokkal több szinonimával rendelkeznek. Ugye mondjuk az eszkimóknál a hóra, ezt szokták mondani, még vannak más nyelvekben más a gazdagabb. Tehát így ezt nem lehet szerintem semmiképpen sem rangsorolni. Egyébként azt hogy látod, hogy milyen irányba halad mondjuk a mindennapi szókincs? A mindennapi szókincsünk, tehát egy nagy-nagy változás, mondhatjuk, az a rendszerváltás. Akkor ugye nagyon sok minden történt, és akkor így szinte kiszakadt a zsák, és nagyon sok új szó keletkezett, különböző tematikájú, és ugyanez zajlik napjainkban is, ha nem is olyan hatásfokon. Mondjuk az informatika, a digitális kultúra szókincs az mindig bővül, és aztán valami tematizálja a közvéleményt, tehát például most, ha elindulok attól a szótól, hogy ársapka. Ugye ez egy nagyon fontos szó lett napjainkban, és aztán valaki azt mondta, hogy ő ezt nem szereti, ő az árplafont szereti. Elfogadom, de ugyanolyan jó az ársapka, igaz, az egy tükörfordítás, és mindenféle ilyen kifejezés elkezdett megjelenni, a gázár maximalizálás, stb. Tehát mindig egy-egy jelentésben, vagy egy-egy témakörben, ami éppen a legaktuálisabb, az a réteg fog bővülni szókincsét tekintve. Ugye ezelőtt másfél évvel meg is jelent a karantén szó. Szótár, ugye, és az abban pedig összegyűjtött a Veszelszky Ágnes azokat a kifejezéseket, amelyek azért nagyon alkalmiak, tehát az, hogy maradj otthonka egybeírva, azt ugye nem fogjuk olyan gyakran használni, ez nyilvánvaló. Vagy legalábbis bízunk benne, hogy már nem fogjuk használni. Igen, de egyébként az túlzott alkalmiságánál fogva is, de egyébként ez mutatja, hogy mondjuk, ha már a magyar nyelvről, a magyar emberekről beszélünk, akkor itt is egy kicsikét megpróbálták a vicceset, az ironikusat keresni, tehát nagyon sok olyan szóalkotás született, ami erre utal. Ahogy az elején említetted, ahhoz, hogy választékos legyen az ember szókincse, ahhoz elengedhetetlen az, hogy olvasson. Az én veszőparipám az, hogy szép irodalmat olvasson, tehát ne csak újságcikkeket, vagy különböző rövid tartalmú dolgokat. Hogy látod, mennyire van mondjuk a felsőoktatásban elismert szerepe annak, hogy valaki jól kommunikáljon, hogy sokat olvasson, hogy valóban választékosan beszéljen, mert ahhoz, hogy tényleg meggyőző legyen, és el tudja adni azt, amit ő képvisel, azt gondolom, hogy ahhoz a sikerhez nagyon-nagyon fontos a kommunikáció. Teljesen egyetértünk, annál is inkább, mert én a magyar szakos hallgatókat tanítom, és mindig mondom, hogy önök többre törnek, nem különírt, hanem egybeírt magyar tanárok akarnak lenni, azt jelenti, hogy magyar nyelv és irodalom szakos. Az ő esetükben egyéb nagyon-nagyon fontos, de ha visszanézünk az általános és középiskolába, amikor ezeket a szép irodalmi művekkel kapcsolatos olyan panaszokat hallom, hogy nem érti meg a diák a régi szó, vagy bármi egy szót, vagy bármi egyebet, akkor arra azt tudom mondani, hát semmi baj, megtanul egy pár régi szót, mint ahogy angolul megtanul egy néhány szót, és már is csodálatos lesz a toldi, és senki nem fogja azt mondani, hogy az nem kell kötelező olvasmánynak. Nagyon szépen köszönjük az információkat, egy kicsit reméljük, hogy a nézőket, hát ha nem is lelkiismeret furdalást ébresztettünk bennük, de legalább felhívtuk a figyelmet arra, hogy mennyire fontos, hogy esténként egy-egy jó könyvvel térjenek mondjuk az ágyba. Köszönjük még egyszer, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, ne menjenek messzire, mert hamarosan folytatjuk a Weekend második részével könyvekkel, divattal, színházzal, és bemutatkozik az új nyíregyházi diákpolgármester is. Maradjanak velünk! Kedves nézőink, ez a Weekend második része, amelyet egy különleges könyv bemutatóval kezdünk. A nyíregyházi törvényszék dísztermében mutatták be dr. Fázsi László interjú kötetét, amelyből kiderül, milyen is a bírói hivatás. 50 éve nevezték ki bírónak, és szinte az egész életét az igazságszolgáltatásnak szentelte a nyíregyházi törvényszék egykori bírója és tanácselnöke, dr. Kozmáné dr. Váradi Katalin. Bár 10 éve nyugdíjas, a közéletben továbbra is jelen van, ezúttal egy interjú kötettel, amelynek nem csak ő a főszereplője, de rajta keresztül a bírói hivatás, amely az elmúlt fél évszázadban vívta ki a függetlenségét. Váradi Katalin a Justícia szolgálatában című könyv ünnepélyes bemutatója előtt azt mondta, az igazság vezesse a bírókat. Első legyen nekik az igazság, mert lehet egy jogvitát megoldani, de lehet, hogy nem derül ki az igazság. Én mindig arra
tettem a nagy hangsúlyt, hogy kiderüljön az igazság. Volt, hogy nem derült ki. De nekem ez volt a célom. Nem csak az, hogy eldöntsem a jogvitát. Tehát legyenek bátrak, merjenek dönteni, és éljenek teljes életet, hogy meg tudják érteni az emberiséget, a szegényt, a szerencsétlent, és az a véleményem, hogy ne csak a jogot alkalmazzák, hanem hát a méltányosságot is, és hát legyenek okosak. Fázsi László, az interjúkötet szerkesztője beszédében kiemelte, hogy a könyv voltaképp a bírói hivatás bemutatása egy szubjektív szemüvegen keresztül. Egy olyan bírói életutat mutat be, amely egyben a történelem nagy tanúja is, hiszen Váradi Katalint ugyanabban az évben nevezték ki bírónak, amelyben Wittner Mária kiszabadult a börtönből. Nem csak róla szól egyébként a kötet, hanem tulajdonképpen ennek révén úgy gondolom és remélem, hogy sikerült végigkövetni az igazságszolgáltatásban az elmúlt 40 év, tehát az ő pályafutását tekintve, aktív pályafutását tekintve 40 év során az igazságszolgáltatásban bekövetkezett elnézést, lényeges változásokra, aminek az eredményeként tulajdonképpen eljutottunk attól a helyzettől, amikor a bírói függetlenség kiharcolása tulajdonképpen még minden bíró egyéniségén múlott egészen addig, amikor már ugye a demokratikus jogállam egyik legfontosabb értékének tekinti mindenki a bírói függetlenséget. Ez pedig maga a könyv, amelynek borítóján Tölper László a Történelem ítélőszéke című munkájában látható egy részlet, amint az igazság istennője kezében karddal és mérleggel küzd az igazságért. Egy másik műfajjal folytatjuk a víkendet. A következő könyv fókuszában egy 10 éves lány áll. Vendégünk a sorsforduló szerzője, Szendrei Ágnes. Szia, Ági! Szia! Nem is olyan régen. Mikor voltál a vendégünk? Egy éve. Akkor szerintem az egész stábot lenyűgözted azzal a lelkesedéssel és szenvedéllyel, amellyel a festészetről beszéltél, és arról, hogy hosszú éveken keresztül ez tulajdonképpen mint egy kis parázsot szunnyadt az életedbe, tehetséges voltál gyerekként, aztán hosszú ideig nem festettél, és amikor az élet lehetőséget adott, mert volt szabadidőd, akkor előkerültek ezek a kis ecsetek, és csodálatosabbnál csodálatosabb festmények születtek az ecset vonásaidból. Most viszont engem lenyűgözöl azzal, hogy egy igazi polihisztort üdvözölhetünk benned, mert hogy úgy látszik, hogy a művészetek azért nagyon sokszor nem önállóan léteznek egy emberben, hanem mindenből szeretne egy picit belekóstolni, legyen az zene vagy irodalom, és most egy kis regényt írtál. Hát ez is ott szunnyadt, ez az írói véna a kis Ágikában? Igen, ott valószínű, de ez is most jött ki. Tehát írni írtam, de akkor én nem is gondoltam olyanra a jövőt illetően, hogy én írni fogok, vagy ilyesmi. Olvasni viszont imádtam, nagyon, még azt nem tudom, most ismételem-e, hogy lámpaoltás után paplan alatt is így kapott el apukám, hogy így elrontod a szemedet, megvár az a könyv holnap. És most elkezdtem ugye, vagy jó 3 éve festeni, és ez tulajdonképpen ennek az az előzménye, hogy mesélgetek sztorikat az unokáimnak, a gyerekeimnek, és egyszerűen nagyobbik fiam, de egyébként sok minden ebben le van írva, hogy mondja nekem egy este sétálgatás közben, hogy Anici, mi lenne, ha ezeket leírnád? Uh-huh. És mondom, könyvet írni, a kisfiam, hát nem is tudom, de akkor már ugye elkezdtem egy icipicit foglalkozni vele, és többszöri unszolásra, hogy Anici, tényleg, hát próba szerencse, mit veszítesz? És akkor mondom, tényleg, jó. És akkor ugrott egy téma, amiről tulajdonképpen, amiért címe is a sorsforduló, hogy adva volt egy olyan, ami
nagyon rossz élmény volt akkor, amikor ez történt tini koromba. Most meg már büszkén tekintek vissza rá, azért, mert kiálltam magamért, és megmutattam. És ugyanúgy, mint a festészetben is, úgy vagyok az írással is, ugyanahogy az előbb mondtad, hogy ugyanolyan lelkesedéssel írok, szinte nem hiszem el, hogy írok. És ahogy jönnek a gondolatok, a kis széljegyzeteket csinálok, hogy el ne felejtsem ezt és ezt és ezt is, és akkor még azt el kell, hogy mondjam, hogy eljutottam odáig, hogy írtam ezt a kis fősztorit, ami a magjának az egésznek, azért is a cím, hogy Sorsforduló, hogy amikor eljutottam idáig, hogy ez megvan, és leírom, leírtam, a családom elolvasta, és na, szuper, anyuci, szuper, jó. Az első utamba akadó kiadónál megálltam, azoknál voltak kedvező feltételek, tényleg nagyon udvariasan, kedvesen nyitottak korosztálytól függetlenül, kezdőírókhoz is nagyon nyitottan volt a hozzáállásuk, és jó, akkor ide elküldöm. És nem is néztem mást. És amikor elküldtem ide, egy nap múlva, mert ugye ez rövid volt, ez egy kis, nem is tudom, még novella se, csak egy ilyen kis kézirat, és megkérdeztem persze előtte, hogy küldhetem-e, beküldhetek-e, fogadnak-e kéziratot. Uh-huh. És akkor mondták, hogy természetesen küldjem, csak nyugodtan, szívesen, és akkor szívesen várják, és beküldtem. És másnap már jött a válasz, hogy nagyon jó, nem tudnám terjedelmesebbé tenni, mert így nem tudják könyvként kiadni. Uh-huh. Hát erre nem számítottam. Hát, hát hogy jó. És akkor még, akkor ki tudom bővíteni, jó. És akkor elkezdtem rajta dolgozni, mit hozhatok még, ami kapcsolódik is ehhez a dologhoz. Meg azért tulajdonképpen egy ilyen életrajzi dolog ez az egész, amiről szól ez a kis füzetkönyvecske. Akkor te vagy itt. És tulajdonképpen igen, mert úgyis sokan rám is mennek, ha elolvassák. És na, a lényeg az, hogy, és az én kis küzdelmem azzal, tudod, hogy a rajz. Hát benne van az, hogy a sorsforduló címe alatt az, hogy én nekem megfordult a sorsom, mert nem ott kötöttem ki, ahol szerettem volna, hogy képzőművészet, és amikor választanom kellett, volt még egy olyan ultimátum, hogy család vagy képzőművészet, természetesen a családot, illetve a gyerekeket választottam, és akkor tulajdonképpen így ezekről tevődik össze, ebből közben jön minden, ami mindent leírtam, ami ehhez fűződik, és az én, tényleg az én kis életutam egy részlete. És aztán szépen így a sorskerék, mintha visszafordulna, hiszen mégiscsak ott vagy, ahova vágytál, csak egy pár évtizedben más feladatod volt, igen, hogyha lehet igen, ezt mondani. Igen. Szerintem borzasztóan erős motiváló személyiség vagy ezekkel a történetekkel mindenkinek, aki úgy gondolja, hogy nem ezt kellett volna tanulnom, ó, most már mindegy, ezt már így, ezt már benéztem, már így kell leélni az életemet, hogy soha nincs olyan, hogy késő, ameddig itt vagyunk, igen, és még tudunk jönni, menni, gondolkodni, tehát amíg az ember mentálisan és fizikailag alkalmas arra, ami, mert lehet, hogy mondjuk egy olimpiai távot már nem könnyű lefutni pár évtized kihagyás után, de azt gondolom, hogy a művészet meg pont olyan, ahol lehet valaki termékeny. Na most ugye, amikor előszedted az ecseteket, és azóta is folyamatosan festesz, most is tulajdonképpen... Nem, hát ezt az a szívem csücske azért. Akkor hogy lesz most ez az írással? Ez is így beintegrálódik a mindennapjaidba? Igen. Hozzá is fogtam már egy másikhoz, miután ez adott egy lendületet, hogy fú, hát akkor jó, hát szakemberek olvasták, hogy elektorálisan is, meg mindenben mondjuk az kell, hát csak nem vagyok író, és ez nekem ez is egy nagyon dobott rajtam, tudod, hogy akkor van itt is keresnivalóm, és el is határoztam, hogy most és hozzá is fogtam már, hogy most már egy igazi könyvet fogok írni, még nem tudom, hogy regény lesz, vagy ilyen kis novellás kötet, még nem tudom. Az majd egyébként, ez is egy olyan, mint a festészetben, ugyanolyan,
hogy majd ez menet közben fog adódni. És amit említettél, hogy a például festőknél nagyon sokaknál kötődik a festészetükhez az írás. Vagy írnak, én egyébként az art oldalamon szintén írok a festményeimhez, tehát már ott is írok, már 4 éve. És mit akartam mondani? Hát, hogy nagyon szervesen kapcsolódik igen, az irodalom igen, a igen, festészethez. Igen, az oldalakon, festőknél látom, hogy vagy írnak, de szuper, nem is tudnám megmondani, hogy a festménye tetszik jobban, vagy az írása. Van olyan, aki költem, verseket ír hozzá. Tehát ez majd, hogy nem mondhatom, hogy jellemző. De a festők így kikérik maguknak, hogy nem ő nem író, hanem festő. Hát én sem. Én csak én most végülis ugyanúgy, ahogy festek, ugyanúgy írok. Ági, még le is táncolhatnád simán ezeket a képeket. Szoktam, még hastáncra is jártam. Na, hát ezért mondom, hogy nagyon sokféleképpen ki tudod fejezni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy most is eljöttél hozzánk, és hát kíváncsian várom, hogy 2023-ban mivel rukkolsz elő. Köszönöm szépen. Nagyon sok sikert kívánok neked, és jó egészséget. Köszönöm a kedves meghívást. Kedves nézők, színházzal folytatjuk a műsort. A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban elkezdődött a Teljesen idegenek című végjáték próba folyamata. Az előadást Tárnoki Márk rendezésében játssza a társulat. Anya, most minden hová követni fogsz? Hagyjál már mi? Most azonnal megmondod, hova mész. Megmondtam, aki kihez. Nem hiszel. Akkor nem hittem. Gergőhöz mész. Egy sikeres filmből készül itt most előadás Nyíregyházán. Mennyire nehéz ilyenkor a rendező munkája? Igen, ez a Teljesen idegenek című olasz film az eredeti. Ebből több adaptáció is, több remake is készült, van belőle magyar verzió is, de több országban játsszák saját fordításban és a saját viszonyokra alkalmazva ezt a filmet, és színházi adaptáció is készült belőle. És hát, hogy mennyire nehéz a rendező munkája, olyan szempontból könnyű a dolog, hogy egy nagyon jó történetről van szó, ezért is tud talán ennyire sikeres lenni, ezért is van ilyen sok adaptáció belőle, mert bár nem olyan régi a film, de hát egy olyan univerzális és szórakoztató történetet tudtak megírni és filmre vinni, ami hát a világon bárhol megállja a helyét, ugyanis párokról, házaspárokról van szó, és az ő titkaikról, és ezeknek a kapcsolatoknak a szétesésről, vagy felbomlásáról. Tehát olyan szóval könnyű a rendező munkája, hogy egy erős történettel tudunk foglalkozni. Olyan szempontból van benne kihívás, hogy ezeket a kapcsolatokat minél rétegzettebben, mélyebben, pontosan elemezve vigyük színre, ami egyrészt szórakoztató tud lenni, másrésztről pedig az emberek hát magukra ismerhetnek. Ez az első rendezése itt Nyíregyházán, ha jól tudom. Igen, így van, először dolgozok itt. Az olvasópróbán vagyunk túl, most találkoztam a társulattal, úgyhogy ismerkedés fázisában vagyunk. Az ön választása volt a darab, vagy hogyan született meg ez az ötlet? Nem, a színház javasolta ezt az anyagot, de én láttam, még amikor kijött az olasz filmet, és már akkor is nagyon tetszett nekem, illetve aztán olvasva a forgatókönyvet azt éreztem, hogy mind a színészeknek remek kihívás lehet, mind pedig talán a nézőknek jól fog tudni működni, pont emiatt a kettősség miatt, hogy nagyon mulatságos, jó helyzetek vannak benne, de közben valódi emberi sorsok és történeteket láthatunk. Október közepétől új diákpolgármestere van Nyíregyházának. Ecsedi Noémi utódját a megyeszékhely alpolgármestere Úri Attila ittatta be, vendégünk Takács Zsófia. Szia Zsófia, jó estét! Milyen napot kívánok! Nos, hát én gyakran mondom, hogy több nő kellene a politikába, mert akkor egy kicsit érzékenyebbé válna szerintem sok-sok társadalmi konfliktus, de úgy látszik, hogy ez a diákpolgármestereknél nem is olyan rendkívüli, hogy valaki éppen lánynak születik. Mesélj egy picit az ambíciódról, a motivációdról, egyáltalán hogy kerültél ebbe a titulusba?
Nos, engem mindig is érdekelt, hogy a diák önkormányzat, általános iskolában is rendszeresen részt vettem ugye a diák önkormányzati gyűléseken, ugyanezt folytattam a középiskolás tanulmányaim során, és talán a tavalyi év folyamán egy rendhagyó esemény keretein belül csatlakoztam a diák polgármesteri irodához, és onnantól... Mi volt ez az esemény, Zsófi? Egy szalonnasütögetés volt. Tehát akkor ott egy kicsit összebarátkoztatok, ha lehet ezt mondani. Megtetszett nagyon a társaság, és élveztem ugye a programot, és gondoltam, hogy több ilyen programon is részt kéne venni. Amikor általános iskolába részt vettél már a diák önkormányzatba, akkor ott tulajdonképpen mi volt a cél? Vagy mit szerettél volna akkor elérni? Magad képviselni elsősorban, vagy a többieket? Mindenképpen az osztálytársaimat, hiszen az is nagy ambícióm volt régen, hogy közvetítsem az osztálytársaimnak a fejleményeket, hogy milyen programjaik lesznek az iskolának. Talán a kedvenc programunk általános iskolában egy süteményvásár volt karácsony környékén, és ezt mindig örömmel közöltük a többiekkel, hogy hozhatják a süteményeket. Most viszont a nyíregyházi Kossuth Lajos, evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumban koptatod az iskola padokat. Ugye nagyon sokrétű itt a képzés, sokféle diák van, akár az informatika, média szakosok, akik most első díjasok lettek, ugye egy evangélikus iskolások informatikai versenyén, vagy általános tagozat, vagy nyelvtagozat, tehát nagyon sokféle diák, akinek tulajdonképpen az érdekeit kell képviselned, de hát most már október 19-től nem csak a saját gimid diákjaira kell koncentrálnod, hanem az egész városra. Hogyan lehet erre felkészülni, vagy milyen programot fogalmaztál meg, hiszen a mandátumod az 2 évre szól? Nos, rengetegféle programmal szeretnénk készülni és színesíteni ezt a 2 évet. Úgymond hálám jeléül, hogy megszavazták nekem ezt a bizalmat diáktársaim. Főként szeretném meghagyni a Noémi által létrehozott rendhagyó programokat. Szeretnék továbbá minél több tagot invitálni a diákpolgármesteri irodába. Ennek keretein belül egy roadshow-t kezdenénk el november végétől. Igazából inkább december elején, de már november végén is ellátogatnánk különböző iskolákba, és bemutatnánk a diákpolgármesteri irodát. Ezen kívül nagyon nagy hangsúlyt szeretnék fektetni a sportra, a környezetvédelemre, és a nemzetközi kapcsolatainkra is. Említetted, hogy ez gyakorlatilag háládnak a jele, hogy igyekszel nagyon magas nívón működtetni majd a diák önkormányzatot. Mik voltak egyébként a választáson? Milyen feladatokat kaptatok? Nos, 8 program volt összesen. Különböző megmérettetésekkel kellett szembesülnünk. Nem volt egy könnyű dió, az biztos. De mindenképpen próbára tette a szakmai tudásunkat, és úgymond játékos feladatokkal is színesítették ezeket a programokat is. Gondolom, hogy volt improvizáció is, és voltak olyan dolgok, amit tulajdonképpen a korábbi tanulmányaidból tudtál előszedni, tehát ezek voltak a munícióid. Rengeteg olyan program volt és feladat, amelyre úgymond már korábban fel tudtam készülni képzésekkel keretein belül ugye a nyíregyházi diákpolgármesteri irodával, de rengeteget segített a barátaim és diáktársaim felkészítése is ugye még előtte, hiszen úgymond egy projektet kellett nekünk elkészíteni előtte, ami tartalmazott egy rövid bemutatkozó videót, ugye egy önéletrajzot és egy programtervezetet. Nem ijedtek meg a szüleid, hogy most már 10-es vagy, kislányom most már a tanulásra kellene koncentrálni, mi lesz így a továbbtanulással? Egyáltalán mondjuk mennyi idődet veszi el ez a tevékenység? Nos, ahogy szokták mondani, arra van időnk, amire szeretnénk ugye fordítani, és a szüleim 100%-osan támogatnak ebben, hiszen anyukám és apukám szerint is az egy nagyon nagy lehetőség különböző ismeretségre, programokra, tapasztalatokra és utazásra, ami igazából tényleg minden egyes ember vágyát szerintem itt teljesen lefoglalja, hiszen pont azért élünk, hogy minél több élményt szerezzünk. Október 19-e óta még csak egy pár hét telt el, nem tudom, hogy a népszerűségnek élvezed-e már a vele járó pozitívumait, vagy esetleg vannak olyan nehézségek, amivel már meg kell küzdened attól, hogy te vagy a diák polgármester asszony. Nehézségeket még egyáltalán nem tapasztaltam. Rengeteg gratulációt kaptam, de ezt tudom, hogy
ha nem lettek volna mellettem a barátaim és diáktársaim, akkor ezt nem tudtam volna nélkülük elérni. És igazából negatívumát még nem tapasztaltam. Tudom, rengeteg feladatom lesz, de egyelőre még szerintem elég jól tudom ezeket kezelni. Nos, hát én azt szeretném, hogyha tényleg sok olyan új tag verbúválódna, aki a saját kreativitásával és ezzel a fajta elszántsággal, mint amivel te is rendelkezel, azzal tudná az energiátokat, meg a tudásotokat, meg a kreativitásotokat növelni. Azért mostanában azt látom, hogy nagyon elszántak a diákok, kiállnak a jogaikért, kiállnak a tanáraik jogaiért, kiállnak azért, amiben tudnak hinni, és ez szerintem egy szuper dolog. Hogyan tudnak egyébként, amellett, hogy a Rócson mondjuk meghallgatják a programotokat, hol és hogyan tudnak tevékenyen részt venni a munkában? Nos, ugye rengeteg programot szervezünk, aminek a lebonyolításához ugye emberek is kellenek, illetve olyanok is kellenek, akiknek ezeket a programokat megtartjuk természetesen. Ezen kívül, amikor részt veszünk különböző nemzetközi cseréken, ugye ott is részt tudnak venni tagjaink, és még rengeteg más feladatokat is elláthatnak a diákpolgármesteri irodában. Zsófi, gratulálunk szívből, és kívánjuk, hogy ez a fajta lendület ez végig dübörögje mind a két esztendőt, amit ebben a pozícióban fogsz eltölteni. Köszönjük, hogy eljöttél ide a Weekendbe. Én köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt a Weekend mára. Már csak a Vogue Modell Ügynökség alkalmi ruháinak bemutatójára maradt egy kis időnk. Én mára elköszönök, tartsanak velünk a jövő héten is ugyanebben az időpontban. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét, viszontlátásra. I've done by you something that I can get up, baby. I'm sorry.